Mit árulhatsz fel a szerepedről? A nevét és a motivációt. Azt árulhatom el a kis szerepemről, hogy Győr Bíró Zsolt alezredes vagyok, és azon dolgozom 6 részen keresztül, hogy egy olyan hibát, amit én a múltban elkövettem, vagy úgy vélem, hogy én elkövettem, és ez engem mardos, és azért 5 év az hosszú idő, azt próbálom meg helyrehozni valahogy. Én nagyon szeretem ezt a kifejezést, az a jóvá tenni. Nagyon-nagyon szeretem ezt. És gyakorlatilag nem csak katonailag, hanem emberi szálakon is több szinten ez van, hogy én hogy tudom helyrehozni, hogy tudom jóvá tenni, hogy tudom feloldani azt, amit idáig összeraktam, és most rájöttem, hogy ez így nem jó. Nagyon szeretem a karakteremben azt, meg az egész sorozatban, hogy végtelenül emberi. Tehát, hogy sikerült szerintem azt a nagyon vékony pengelyet megtalálni, amikor feszíti mind az akció részét, mind a nyilván a katonasság által behozott adrenalin részét, amennyire csak lehet, az ad neki egy egészen elképesztő feszességet, és az emberi része is ad neki egy nagyon erős mélységet, egy nagyon erős másik típusú feszültséget ember és ember között. Hogy tudtál erre a szerepre készülni lelkileg is, meg fizikailag is? Fizikailag egy olyan jó 2 hónapos, illetve nagyon érdekes, hogy amióta fölkértek Győr Bíró Zsoltnak, én azóta szinte minden nap, most jutottam el odáig, hogy adok magamnak néhányszor pihenő napot, és figyelek arra, hogy ne merüljön ki végleg a testem, mert azért kell bírni ezeket a forgatási napokat. De amióta fölkértek Győr Bíró Zsoltnak, azóta én nagyon sokkal intenzívebben edzek, mint edzettem előtte, és egy teljesen más szinten lett mindennapi része az életemnek, úgyhogy én ezt imádom, az a fizikai része. Lelki vagy szellemi szinten próbáltam belehelyezkedni abba, hogy tényleg milyen lehet az, amikor egy ember tapasztalat szinten életveszélyben mozog. Mert amit szerintem nagyon nehezen képzel el a ma embere, akármivel kapcsolatban, tehát hogy a lovaglással kapcsolatban, az autóvezetéssel kapcsolatban, tehát ugye hozzá vagyunk szokva iszonyatosan erős ingerek mentén, hogy a főhőseinknek a dolgok úgy mennek maguktól. És például amióta lovagulok, ami nem olyan sok néhány évvel, és ahogy bekerültem ebbe a közegbe, és tényleg az van, hogy fegyvert adnak az ember kezébe, ami még mindig vaktöltény. Lőttem már éles lőszerrel, egy teljesen más adrenalin szint. Azért, mert tényleg az van, hogy ott a szószoros és átvitt értelmében is élessé válik az, hogy egy rossz mozdulat kerülhet ember életbe. Egy figyelmetlenség, egy játék, tehát hogy tényleg megváltozik szinte minden. És abban az éles helyzetben kell embernek maradni, és szerintem ezt feszegeti nagyon szépen ez a sorozat. Egyébként mennyire áll hozzád közel a katonai világ? Nagyon érdekes, hogy én végtelenül konfliktuskerülő vagyok. Tehát, hogy óriási megfelelési kényszerem van civilben, és egészen hihetetlen mértékben vagyok konfliktuskerülő. Úgyhogy ebből a szempontból a katonaság végtelen messze áll tőlem. Én a versenyekben is nagyon érdekes, hogy azt szeretem, úszás, íjászat, ezek a típusú. Tehát ilyen küzdősportok, csináltam egyet-kettőt, kickboxoztam egy picit, aikidoztam egy picit, kisgyerekkoromban kióztam, de hogy nem ment egyik sem, mert az a menj be, üsd meg, nincs az az Isten. Tehát ugye verseny szempontból is azokat a számokat díjezem, amikor igazából magammal küzdök. Tehát ebből a szempontból nagyon messze van tőlem. Színházi viszonylat miatt viszont nagyon közel, mert tényleg az van, hogy egy bármilyen parancsot, egy bármilyen feladatot hihetetlen gyorsan, rendkívül pontosan és óriási energiával megcsinálni, számolva azzal, hogy az élet bármelyik pillanatban kihúzálódott a talajt. Már meg sem merem kérdezni, hogy van-e kedvenc katonai vagy háborús filmed vagy sorozatod? Teljesen más szemmel nézem azóta az összes ilyen filmet vagy sorozatot. Nem olyan rég jött ki ugye a Maverick, az új Top Gun. És nagyon... Imádom. Én megvártam, tehát hogy nekem moziban nem mentem el megnézni. Én megnéztem helyetted is. De
meg pont akkor azt hiszem, vagy a felkészülési időszakban jött ki, mindegy, úgy jött ki, hogy nem jutottam el moziba. De leültem a tévé elé, elindul, 18. másodperc. És így újra 7 éves vagyok. És így... és a színvilága, a gépek, a reptér, az egész, és tényleg mondom, 20 másodperce megy a film, és 7 éves vagyok újra, és imádom. De maga az a tény, hogy teljesen máshogy nézem a fegyvereket, teljesen máshogy nézem. Rengeteg YouTube videót néztem az elmúlt 6-8 hónapban arról, hogy tényleg az van, hogy egy belógó puskacső, amit így civilként nem gondolsz bele, egy belógó puskacső az életedbe kerül. És hogy úgy van kitalálva, kifejlesztve, szó szerint nagyon-nagyon kemény tapasztalatok alapján minden egyes mozdulat, hogy tartsd, hova tartsd, hogy a legegyszerűbb. Tehát ezt a részét abszolút imádom. És tök máshogy nézem az összes ilyen filmet és sorozatot azóta, hogy ezt csináljuk. És ha már Top Gun, helikopterrel érkeztél, nem vagy tériszonyos egyébként? Hála az égnek nem vagyok tériszonyos, és nagyon-nagyon élveztem. Nagyon izgultam, nem féltem. Tehát, hogy az volt, hogy így, azaz, csináljuk! Viszont nyilván, amikor a kiképzést kaptam, akkor az volt, hogy szélcsend volt, nem ez a ruha, nem volt fegyver, és amikor felszálltunk most a géppel néhány kilométerrel arrébb, akkor az, amikor emelkedik a gép, és így csinál, hát azért így, jó lesz ez! Tehát, hogy azért az eleve elég magas adrenalin szintem az, amikor ott ugrott egyet.